Szóval akkor a mai téma, ugye az volt a kérdés, hogy lenni vagy nem lenni, enni vagy nem enni, vegának lenni vagy nem vegának lenni. Vagy akkor ez egy ilyen nagyon érdekes téma, engem is mostanában elég sokat foglalkoztat, mert ugye a Facebookon, ahogy az ember éli az élet mindennapjait, lát annyi fajta dolgot, ugye ott kommunikálunk egymással ma már. És benne vagyok egy vegán csoportban, aminek nem mondom most a nevét, de egy ilyen magyar vegán csoport. Vannak benne 5000-en, és akkor mindenféle ember felvonult ott már. És akkor néha én is fel szoktam rakni egy-két posztot, aztán néha meg egy-két dologhoz nem bírok nem hozzászólni. És akkor ebből el szokott indulni egy ilyen kommentáradat, amiből előbb-utóbb utána meg mindig azt tudom mondani, hogy kiszállok, elegem van, hagyjatok. Ez volt az utolsó kommentet. Aztán még írok meg 10-et. És akkor utána végleg elszakadok. De az emberek fejében van egy nagyon nagy félreértés ezzel kapcsolatban, hogy mit jelent vegánnak lenni, vagy ez az egész dolog honnan jön. És nagyon-nagyon háttértudás nélkül akár művelik ezeket a dolgokat, ami nem feltétlen vezet a legjobb célra. Másik pedig az, hogy rengeteg olyan félreértésre adhatok ott, ami ugye problémákat szül. Ezért gondoltam, hogy egy kicsit beszélhetnénk erről, és hogy ja igen, és hogy mi köze van ennek a jogához, ugye a vegánság, vagy a vegaság, hogy mi köze van az egésznek a jogához, mert ugye a vegán csoportban egyszer megkaptam azt, hogy a vegánságnak semmi köze nincs a jogához, ne keverjen bele. Mondom, jó, ez is egy látásmód. Amikor valami olyan poszt került ki, hogy vegán alkoholok. Én meg így néztem. Vegán alkohol. Ezek kettő. Ugye a vegánság valamilyen szinten az egészségről szól, ugye az zöldnek lenni, meg minden, de hogy ebben az alkohol az intoxikáló szerek hogyan jönnek be. Na itt kezdődnek azok, igen. Van vegán cigaretta is. Na vegán, hát végül is a vegán, a cigaretta is vegán, szóval a fű is vegán, most annyi minden vegán. Utána belinkeltem egy olyan videót, amiben éppen ilyen agy nélkül bedrogozott, bepiált sörös tüzével valami fesztivál, volt fesztivál, a sárga fülöttek így emberek, és akkor mondom, hát ez ugye a vegánságnak lehetne ez a azért, hát nem, tehát a vegánság az teljesen másról szól, de mindegy, erről fogunk majd beszélni. Meg, hogy a jogában ugye, hogyha valaki ajurvédát néz, akkor az meg az ajurvéda lépten nyomon magyarázza, hogy a ghi, a tisztított vaj mennyire fontos a jogában, és stb. És akkor ez a kettő együtt hogy jön, de akkor a tehénvédelem. Szóval erről fogok most egy kicsit majd ma beszélni. De mindenek előtt azzal kezdeném, hogy lemegyünk teljesen az alapokhoz. Az, hogy amit megeszel, az milyen hatással van a tudatodra, illetve hogy van-e hatással a tudatodra egyáltalán. Mert sok embernek ez egy kérdés, hogy most amilyen dolgokat eszel, akkor az fog létrehozni neked egyfajta tudatállapotot. Szóval ennek van egy mély tudományos magyarázata a jóga szentírásokban, hogy amilyen dolgokat megeszünk, annak megfelelően fog funkcionálni az elménk, az agyunk, lesz egyfajta mentalitásunk, egyfajta szokásaink, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mit teszünk, és ez milyen hatása van a tudatra. Mert ugye a tudat fogja szülni a te személyiségedet, hogy mi hogyan fogsz beszélni, viselkedni, mindent. Ugye az még egy elég fontos dolog az, hogy milyenek a cselekedetek, a gondolatok, a beszéd, mert ugye az meg megszabja a jövőnket. Szóval kicsit túllépve az ilyen kávéházi filozófusoknak az elméletein, hogy a spirituális dolgok nem függnek anyagin. Bocsánat. Szóval, hogy ez már a vége, amúgy ezek a fajta dolgok. Szóval, hogy amikor ülnek emberek cigarettával kezükben is vörös borral, és beszélgetnek valamifajta spirituális megbocsátásról, akkor az nem biztos, hogy amögött van valami. Tehát, hogy
Ugye ők azt mondják, hogy teljesen mindegy, hogy mit eszel, mit iszol, és akkor attól te még lehetsz egy mélyen spirituálisan megvalósított személy. De nem. Tehát ez nem igaz. Mert van különbség gyána és vigyána között. Gyána szó azt jelenti, hogy tudás. Vigyána azt jelenti, hogy megvalósított tudás. Ez két szanszkrit szó ugyanúgy tudást jelent, csak más a tartalom. És ugye az, hogy nagyon egyszerűen levonható a végkövetkeztetés, és lehet látni az eredményét annak, ha valaki betesz valamit a fejébe, úgyhogy eszik, vagy iszik. Sziasztok! Akkor ugye annak van hatása. Na most lehet, hogy nem lesz olyan radikálisan komoly hatása annak, hogyha megeszik valaki egy szalonnás, mondjatok már valamit. Szalonnásra rántott át. Nem értek ezekhez, már elég régen volt. Szalonnát nem esettem sosem, szintáltam mindig. Na igen, szóval megeszel valami ilyesmit, és ez nem borul ki így egyből a bibé, és akkor ilyen lesz az ember, és akkor megy töknek, faszulnak neki. Viszont, ha iszol valamit, annak már igen. Szóval ott is ott van a hatás. Megiszol valamit, ez megint nem értek, mondjatok már valami jókat. Egy üveg Jack Daniels, az ital, nem? Az így legurul. Egyetlen embernek mozog rendesen a keze, az a Slash. Mert az meg csak úgy tud játszani, hogy egy liter Jack Daniels leugrik, amúgy meg így játszani. De ez már hatása annak, hogy valaki függő lesz. De alapvetően egy normális ember, az elveszíti a fonalat. Tehát nincs magánál, ugye józanész, nem működik semmi. Tehát, hogy amit megiszol, az olyan szinten befedi a tudatot, úgymond, ahogyha a védikus szentírás, vagy a joga szentírásoknak a fogalmazásával élünk, akkor egy olyan fajta kötőerőbe rak, aminek egyből jön a szimptomája. Na most itt egy kicsit röviden dióhíjban beszélünk a három kötőerőről. A három kötőerő, szanszkritul úgy hívják, hogy gúnák, ezek benne van a nevében, ezek megkötnek bennünket, megkötik a tudatunkat, és mindent befolyásolnak, mindent áthatnak ebbe a világba. És ugye ez a három kötőerő, ez a tudatlanság, azt úgy hívják, hogy tamagúna, van a rajagúna, ez a szenvedély kötőereje, és van a jóság kötőereje, ami meg a szatvagúna. És minden dolog ebben a világban ennek a három kötőerőnek a kombinációjából áll össze. Minden beletartozik. Ez a helység, a helységben lévő hangok, a személyek, a személyeknek a gondolatai, az, amit beszélnek emberek, az idő, mármint úgy értem, hogy most este van, mennyi az idő, 8 óra elmúlt, és már tudatlanság kötőereje jön. Szóval minden beosztható valahova. És a különböző ok ezeknek a keverékei, mint a három alapszín. Sárga, piros, kék. Ebből a három alapszínből áll össze az összes szín, ami színek millióit jelenti. Szóval a kötőerő kombinációk befolyásolnak mindent ebben a világban. És a joga szentírás, egy kicsit olvasgatja az ember a joga szentírásokat, Bhagavad Gita beszél róla, 14. fejezetben, hogy mik a kötőerő. És amilyen kötőerő éppen ural valamit, akkor ugye annak a kötőerőnek a szimptomái lesznek hatással arra a dologra, vagy a személyre. Nem tudom, mennyire érthető, ez egy kicsit bonyolult ez a dolog, de mondjuk elemezzünk ki háromfajta személyiséget a különböző kötőerőkben. Mondjuk a tudatlanság kötőerejében lévő személyről mit mond a Gita? Esetleg oktatóképzősök lehet segíteni. Sokszor átmentünk már ezen a témán, de lusta, tunya, tunyacsáp, kockanadrág.
Na, vissza. Türelmetlen. Türelmetlen, agresszív, rosszindulatú, nem kitartó, dühös, irigy, mohó. Tehát mindenféle ilyen rossz tulajdonság. Ez jellemző a tudatlan, panaszkodik állandóan vég nélkül, és mindig mást hibáztat. Ez a tudatlanság kötőjében lévő embernek a tulajdonsága. Na, most a szenvedély kötőjében lévő embernek a tulajdonsága az meg nagyon ilyen hullámzó. Hú, egyik percben nagyon lelkes, repülök, szerelmes vagyok, másik percben utálom, meg szesmény kést húznék a hátába, vagy utálom a világot, és nem akarok semmit, elmegyek aludni, utána föl kell, úristen, igazából szeretném megváltani a világot, és most világ megváltó terveket szövő, és utána azt elkezdi megvalósítani, és boldog, és repül, és a padlón van, és minden. Tehát ez az a személy, ami ugye, hát a mai világban ez már legalább egy jobb dolog, mert az emberek nagy része inkább a tudatlanság kötőerejében van, és néha így fölkukucskál a szenvedélybe, amikor összeszedi magát annyira, hogy csináljon egyáltalán valamit. És a szatva guna tulajdonságai az már egészen ritkák ebben a világban. Ugye a szatva gunának, a jóság kötőerejének a tulajdonsága az, amikor valaki elégedett, békés, hálás, jóindulatú, kitartó, őszinte, tiszta szokásai van, tiszta minden, hogy mondjatok még egy-két jóság kötője. Tudás, van tudása. Ez az egyik legfontosabb, hogy a tudatlanság kötőjében mindig sosem tudja, hogy miről van szó. Szenvedély kötője az, hogy tudja, de nem van, akkor elfelejti. A jóság kötője, amikor valaki fixen a szatva gunnában van, az azt jelenti, hogy mindig tudásra gyogja be. És tudja is alkalmazni. Szóval ezért mindig így hullámzunk, és ezekben a dolgokban így menjünk le föl. És a jóga gyakorlása szempontjából, ugye a jóga szentírások leírják azt, hogy nekünk a szatva guna, a jóság kötőereje felé kell minél többet menni. Minél jobban áthassa az életünket. Ne csak abban a reggeli 2-3 órában, amikor jogázol, olvasol, mantrázol, meg mindenféle dolgot csinálsz, hanem ez hassa át az egész napodat, és próbálj meg minden körülmények között a jóság kötőerejében lenni, mert akkor ezek a tulajdonságok fognak uralni. Ugye mindenki akar boldog lenni, elégedett lenni, stb. De ez csak a jóság kötőerejében működik. Szenvedély kötőerejében lehet, hogy jön valami öröm, de az megy tovább. Minden azonnal megy, váltja, semmi nem marad. Ugye a jóság kötőereje az a fenntartásnak a gúnája. A szenvedély kötőereje az a teremtésé, a tudatlanság az meg a pusztításé. Szóval fenntartani az egy hosszú távú dolog, szóval az egy ilyen állandó, valamilyen fajta állandóságot ad. És ezért a jóginak törekedni kell mindig a szatvikus tudat megszerzésére, és ez pedig magában foglalja azt, hogy próbál szatvikusan cselekedni, amiben beletartozik ugye az evés is. Az evés, a szalvás, a minden. Mindent. Hogy hogyan csinálsz mindent, minden egyes cselekedetet szatvikusan. Az azt jelenti, hogy tudni kell, hogy mi jó és mi nem jó. Szóval ebbe beletartozik az is, hogy az elme állapotod függ attól, hogy mit eszel. Hát ez nem úgy megy, hogy megeszek bármit, mint egy ilyen szemetes láda, hogy mindent bele lehet dobálni. Azért, mert finom. Effektíve finom. Vagy csak képzeljük azt, hogy finom. És akkor utána közben ettől függetlenül neked majd bármilyen tudatállapotod lehet, amilyet akarsz. Ez nem így van. Szóval mindig ezt abszolút meg lehet nézni, hogy milyen az a... Eszel valamit húzamosabb ideig, és meglátod, hogy milyen lesz a hangulat. Ha valaki alkoholt fogyaszt rendszeresen, vagy drogokat fogyaszt rendszeresen, és meglátod, hogy így lehúz a tudatlanság kötőjéből, és az ember lusta lesz, ugye, csavarsz egy fagyot, nem csináltam, de nem volt ez egy ilyen habitus, de hogy ugye azok az emberek, akik úgy ebben élnek, akik nem arról ismeretesek, hogy pörög megy és mindent csinál, hanem minden olyan nyugodon. Nem kell, hát ez van, megcsináljuk. Mit csináljunk? Nem tudom.
Tudod, ez a másik tudja, mit kéne megcsinálni. Szóval, hogy nem ez a motivált és megyek és pörgök. Aztán ugye a szenvedélykötelében lévő személyek egy nap megisz 4 kávét, meg mit tudom én, meg 3 mi az energiaitalt, és akkor biztos, hogy az ilyen típusú ember imádja a sós, meg a túlzott ízeket, valami erős, valami kis izé, és hot chips, egy kis izével, szénsavassal, kólával, és akkor megyünk rá, iszunk egy kis Red Bullt, meg egy kávét, és akkor pörgök egész nap. 12-kor én még hol feküdjek már le, hát még akkor indulok el otthonról. Szóval, hogy ez a szenvedélykötelezés, ugye a szatvagunában, de ott is az, hogy állandó változás, hangulatváltozások, ezek fölörlik az ember. Szóval béke és nyugalom, meg boldogság, ez a szatvagunában tud megvalósulni. És ugye a kiegyensúlyozottság is, ami meg a jogának egy nagyon fontos alapeleme. Szóval nagyjából itt dióhéjban ennyi az, hogy amit megeszünk, az milyen szinten befolyásolja a tudatot, és a legfontosabb dolog a jóga gyakorlásában az, hogy milyen tudatállapotot érsz el. Tehát nem fontos még az egészség se, nem fontos... A jóga gyakorlás automatikus következménye a jogikus életmódnak az egészség. De nem ez a cél. Szóval egy jógi az nem azért vega vagy vegán, mert hogy az egészséges, hanem mert az ad egy megfelelő tudatállapotot. Értitek? Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy és valaki vegán, és akkor attól még lehet valaki egy nagyon rossz tudatállapotban. Mert, tehát ez nem feltétlen jelenti azt, hogy tehát nem csak az, hogy megeszel, más dolgok is hatással vannak ránk. Akár zene, vagy valamilyen munka, ami le tud húzni egy alacsonyabb kötőerőt. Tehát nem feltétlenül jelenti azt, hogy neked elkezdesz vegán módon táplálkozni, halászhatvikus lesz a mentalitás. Ez egy rá tud segíteni, ez egy segítő eszköz. De nem feltétlenül jelenti azt, hogy annak lesz egy jó mentális vagy tudati jó eredménye. És a jóginak meg ez a legfontosabb. Szóval lehet, hogy egészségesen tudsz materialista lenni 90 éves korodig, és úgy meghalni, de akkor azon túl, hogy egy kicsit egészségesebben voltál materialista, semmi nem változik az életedben, szóval semmi maradandót úgymond nem értél el. A jogi szempontjából pedig az a fontos, hogy mi az, amit el akarunk érni, mint a jóga célja. Ugye az előző résztartalmából erről beszéltünk, hogy mi a jóga célja. Ugye? És hogy kiszabadulni ebből az anyagi világból, nem születni újra, és elhagyni ezt az anyagi világot, ahol a szenvedéseknek a helye. Most ebben nem akarok újra belemenni, ha valakit bővebben érdekel, akkor hallgassa meg az előző előadás anyagát. De a lényeg az, hogy itt a spirituális felemelkedés a lényeg, és minden más ezt szolgálja. És ugye a tudat az meg a kulcsa ennek. Tehát, hogy amilyen tudatban vagyunk, a halál pillanatában az fogja megszabni azt, hogy itt maradunk az anyagi világban, vagy kiszabadulunk innen, felszabadulunk, visszamegyünk a lelki világba, elérünk a tökéletességet, ami örökké valóság, teljes tudás és boldogság, és ez a jógi célja. Szóval a jógi az nem itt akar egészséges lenni, a jógit az nem érdekli, hogy nem érdekli azt, hogy egészséges a test, vagy nem, mert anyagi test úgyis meghal. 50 évre hal meg, vagy 80 évre hal meg, 90 vagy 100 évre, akkor is meghalt, és a test ez nem érdekli annyira. Szóval itt nem az egészség a cél a tiszta táplálkozásnak, hanem a tudat, az egészséges tudat a cél. Mert azt viszont nagyon alapvetően meghatározza. Tehát innestől kezdve az egész vegánság meg a vegaságnak a kérdése egy más szemszögbe kerül, hogy a jogásoknak miért mi fontos. Értitek? Szóval, hogy és ez a vegán dolog, hogy ez egy nagyon jó dolog amúgy, hogyha értjük, hogy mire van és miért van és honnan ered. De hogy mivel vannak ilyen tévelképzelések, akkor utána abból lehet egy konfliktus. Ugye most azt nem térünk ki arra, hogy a nem vegaság az miért nem jó. Ez lehet egy másik előadásnak a témája. Most induljuk már alapból arról, hogy,
hogy a vegasság és a vegánság az alapja a jóga gyakorlásnak és minden spirituális folyamatnak. Hogy ez van. Ugye a jóga rendszerekben és minden jóga rendszerekben ez egy alap, hogy a jógi az követi az ahimsa elvét. Ahimsa szanszkritul azt jelenti, hogy erőszakmentesség. Tehát nem okozunk problémát másoknak, nem élünk mások élete árán. Én ma megosztottam pont egy videót, amit szerintem most estére már szerintem eltakart a Facebook, mert ilyenkor mindig azt szokták csinálni, hogy rágulunk egy ilyen fekete függönyt, hogy ezt ne nézd meg. Nem veszik le, mert effektíven nem olyan tiltott videó, de hogy összezavarhatja az emberek lelki világát. Igen, nézd meg, hogy mit csinálsz, mert az elég össze tudja zavarni az emberek a lelki világát, de ők így eltakarják ezt, mert nem tudom én. Ne lássuk az igazságot, erről szól a média. Szóval, hogy ezt nem mondtam most. Ahimsa. Ja igen, ahimsa. Tehát, hogy az ahimsa elvei, hogy minek az árán élek, akkor az nem mindegy. És ez egy megint egy másik téma, erről is egy pár szót beszélhetünk, majd visszakanyarodok erre, hogy nekünk egyből szokták mondani, de amikor kihúzod a répát a földből, az is siki, és az is meghal, és az is szenved. Jó, igen. De, hogyha a répát kihúzod, ebben a világban csak úgy tudunk élni, ez a világ ez úgy van építve, hogy a másik élete árán tartod fenn magad. Amikor te levegőt veszel, vírusok, baktériumok millióit pusztítod el a légzéseddel, ezzel az égető folyamattal. Mondod, ó, Isten, akkor én teljesen ahimsa akarok lenni, akkor én most azonnal... Igen, a jógi ez igazából leállítja a légzését is teljesen. Na mindegy, de a lényeg az, hogy nem tudsz erőszak nélkül élni ebben a világban, de le tudod csökkenteni a minimumra. Szóval, ha már valamit el kell úgymond pusztítsa a fenntartásod érdekében, az legyen valami alacsonyabb tudatszintű. Alacsonyabb tudatszint, az miért fontos, hogy ugye, amikor leveszel egy almát a fára, vagy kihúzol egy répát a földből, hogy lehet, hogy csikít, mondjuk nem hallod, de hogy egy alacsonyabb tudatszinten kevesebb a szenvedés. És ezért van az, hogy karmikusan nagyobb bűn elpusztítani egy olyan élőlényt, aki egy magasabb lét, magasabb tudatszintű létformában van. Mondjuk egy emlős állat, vagy valami olyan, aminek fejlettebb a tudata. Ahogy megyünk lejjebb, van egy ilyen evolúciós, nem a darwini evolúciós, hanem egy ilyen reinkarnációs evolúciós rendszer, amiben 8.400.000 létforma van felsorolva, és ez így megy fölfele. És az emberi létforma alatt közvetlenül ott van az oroszlán, a tehén, nem is tudom, egy-két másik élőlény, és akkor úgy megy lejjebb. És ezek tudatszintek, különböző testek, különböző tudatszinteket képviselnek. És minél fejlettebb egy tudatszint, annál több fájdalmat érzékelsz. És minél lejjebb megy a tudatszint, annál kevesebb fájdalmat érzékelsz. Tehát hogy egy fát vágsz, az nem... Nem csinálja ezt. Érzi, de nem annyira. És ez lehet egy kicsit hasonlítani azzal, hogy ugye amikor valakit műtenek, mit csinálnak? A tudatot ledegradálják. Morfium. Tudattalan állapotba kerülsz, és akkor nem érzed a fájdalmat. Szóval a növények valami hasonlótba vesznek részt, és ezért nem olyan karmikus visszahatás növényeket enni, mint állatot enni. Nem olyan karmikus bűn, szóval nem lesz annyi bűnös visszahatás azért, mert azt az állatot megölted. És ugye ez kevésbé lesz, kevésbé köt le. Tehát mindenféleképpen a jóga szempontjából jobb, kevesebb. És aztán nem akarok most belemenni arra, hogy mit jelent, hogy a szatvikus dolgokat, a zöldségek, a gyümölcsök, ugye ezeket az ételeket meg lehet karmamentesíteni. Van olyan folyamat, amivel ugye felajánlod Istennek bizonyos mantrákkal, megtisztítod, vagy egyéb más kultúrákban asztalra tették az ételt, és mondtak rá egy imát, megköszönték Istennek, ugye akkor az valamilyen szinten egy lelki étel, karmamentes étel lesz. Ez egy megint egy másik téma, ebben nem akarok belemenni. De az a lényeg, hogy még lehet karmamentesíteni. A másik fajta ételeket, azok nem ételek, de a másik fajta dolgokat pedig nem. Szóval a hús, ezeket a fajta dolgokat. Ezt megint leírják a jóga szentírások, hogy mit lehet és mit nem. Mi a szatvikus, mi nem.
Szóval itt a tudat kapcsolódik az ételhez. És akkor ugye a vegánságnak valamilyen szinten ugye a lényegisége az valamilyen szinten az állatvédelem. Legalábbis nekem mindenki ezt hangsúlyozza, hogy állatvédelem, védjük meg a földet. Mert ugye az már teljesen egy nyilvános dolog, hogy a vegetáriánus vagy a vegán táplálkozással iszonyatosan védjük a környezetet. Mert ugye a vízhasználat, akkor ugye meg lehetne szüntetni a földön az éhínséget. Hogyha vegetáriánusok lennének az emberek. Azért, mert 10-szer annyi gabonát eszik meg egy disznó vagy egy állat. És hogyha ugye rengeteg földterület kell ahhoz, hogy nem tudom hány, 100 kiló gabona kell, azt hiszem 1 kiló húshoz. Megtermeléséhez. És ez a 100 kiló gabonából, hogy mennyi ember tudna rendesen lenni, hogyha az embernek való gabona lenne, rizs vagy bármilyen dolgok, a Földön nem lenne éhínség. Ugye rengeteg vizet használnak. Ugye rengeteg ilyen olyan felmérések jönnek mindig föl nap, mint amikor kiderül, hogy a húsipar, hogy mekkora a környezetszennyező hatású. Ezt ennek is utána lehet nézni, és nem így a vaktában, hogy beszélek ilyeneket, hanem beírod, Google-on mindent tud, és szépen kijönnek azok a cikkek, utána lehet olvasni, amit nem vegetáriánusok csináltak, hanem tudósok, akik angol tudósok felfedezték, hogy szóval alá van támasztva, hogy mekkora környezet szennyezése jár, de ez egy biznisz, ez egy nagy biznisz, ez fölépült ez a dolog, és igazából maga alá temeti az emberiséget, az a probléma. És akkor van ezzel kapcsolatban egy nagy agymosás is, hogy miért jó ez, mögé van épülve egy egész filozófia, hogy miért jó a húsevés, vagy miért ez egy nagyon nagy probléma, mert ebben pénz van. És ugyanúgy, ahogy a környezetvédelem nem biznisz, az egészség sem biznisz, sőt a betegség nagyon nagy biznisz, és emögött ezek a ilyen erők mozognak, amik próbálnak bennünket abba az irányba vezetni, hogy áldozatai legyünk ezeknek a dolgoknak, és illúzióba tartsanak bennünket azzal kapcsolatban, hogy mi jó és mi nem. Szóval visszatérve a kérdésre, hogy vegaság és vegánság, egyébként nyugodtan kérdezzetek bele, szóval valakinek bármi jön, valamit nem értesz, nem volt tiszta, nyugodtan kérdezz. Szóval vegaság, vegánság, ez ugye annyi a különbség, hogy a vegetáriánusok ugye esznek tejterméket. És most már ugye vegánoknak egy X csapata már lassan csúnyában beszél a vegetáriánusokról, mint a húsevőkről. Már ilyen posztokat is láttam, holott nem, hogy örülnénk annak, hogy vannak emberek, akik legalább már nem vesznek részt ugye a húsiparban, nem támogatják semmivel, és egészségesebben próbálnak élni, de olyan csúnya dolgokat mondnak, hogy miért tejet iszol, tehát az a kisgyereknek, mi vagy, hogy az a bocinak van, nem az embereknek, és hogy te valami, és akkor így ez a radikális vegán dolog. De ez már megint nem arról szól, hogy próbálunk győzni először is a fele, de először nekünk kézen fogva kéne menni. És akkor ugye van egyfajta ellentét azokkal, akik ugye nem vegetáriánusok vagy vegánok. Először azokat meggyőzni, aztán utána meg szerezünk tudást arra, hogy most mégis a kettő közül melyik jó. Szóval vegánság, visszamegyek most tudom, és több szálon elindult a dolog, azért egy kicsit nehezen tudom követni el magam. De én megyek tovább, mondom aztán, hogy a vegánság az igazából honnan jön. Szóval vegánság az azt jelenti, hogy és használom az ő szavaikat, mert én nem vagyok vegán. Én eszek tejterméket, amikor olyan eszmerem, mondjuk, hogy miért is és hogyan, milyen formában. De ugye a vegánoknak a fő zászló az, hogy akkor erőszak, vagy igen, hogy erőszakmentes, megölni az állatokat. Hogy ez miért nem kötődik jogához?
Ugye kaptam ezeket a hozzászólásokat, hogy a vegánságnak semmi köze nincs a jogához. Akkor honnan ered? Valaki tudna sem ebben segíteni, Szonya, te vegán vagy. Honnan ered a vegánság? Hogyha nem, az ahimsa elvéből, ami Indiából, a jóga szentírásokból jön. Honnan? Amerikában a vörös indiánok, eszkimók, barbár törzsek Európában 1000 évvel ezelőtt. Ki volt itt ilyen ahimsa nagyon? Mondjanak már egy valamit. Valaki még itt vegán? Rajtad kívül? Szuper. Amúgy jó, mert amúgy én sem hiszem tejet, mert én gabona tejet, szerintem már kifejtem miért. De én is úgy gondolom, hogy vegánság egy nagyon jó dolog. Ne értsétek félre. Csak azt a tudatlanságban végzett vegánságnak nem vagyok a híve. Szóval honnan jön a vegánság? Mert hogy olyan szépen ki betámadott ezzel a hölgy, hogy semmi közön is ne keverjen bele a jogát, ez állatvédelem. Honnan jön az állatvédelem elve? Az ahimszából. Ez a jóga szentírásokból. És akkor mondtam neki, hogy hihet, nem én mondom, Google mondja, írd be. Mi ez a Wikipédia? Wikipédia? Beírom, ahimsa, akkor igen, ez erőszakmentesség, és akkor és ez ott kiírja, Google kiírja, hogy hát igen, ezek az ősi Yama-Niyama elvek a 8-okú jóga rendszerben, onnan jött. És ugye amikor a 70-es években a hippik elment az egész jógaláz Amerikába, akkor ott elindult az, hogy vegaság, és akkor zöldek, és onnan nőtt ki minden. Minden a jogából nőtt ki. Vagy bárki cáfoljon meg. Kár, bánom, hogy nem tettem fel azt, hogy lesz az előadása, vagy csak az bajnik eljöttek volna, ellenérveket mondani, akkor tudnám, hogy milyen irányba mehetünk. De így csak ennyit tudok elmondani, tényeket tudok közölni, hogy ez a jogából ered. India, keleti spirituális írásaiból, illetve nem, mert minden más ősi szentírás ezeket a dolgokat mondja. Korán, Tóra, Neöly, stb. Tiszta élet. A Bibliában benne van, hogy a húst megenni nem jó. Ezt le van írva, amikor valaki megosztotta, hogy kivettem, nem tudom, melyik evangélium hol. Hogy a hús az nem étel, nem embernek szánt étel. Holott állandóan ezt magyarázzák. Jó, mindegy. Tehát a vegánság akkor ered az ahimsa elvéből. Ami meg azt jelenti, hogy ugye ez le van írva a jóga szentírásban, le van írva a Bhagavad Gita-ban, le van írva a Patanjali Yoga Sutra-ban, nagyon részletesen le van írva a Hatha Yoga Pradipika-ban. És ugye mint Hatha Yoga vagy Ashtanga Yoga az most nagyon népszerű nyugaton, és akkor ugye ott le vannak írva ezek a dolgok, hogy mennyire jó, de ott le van írva más is. Szóval akkor miért van az, hogy akkor én kiveszek bizonyos dolgot valamiből, de az összes többi, ami mást megír, az meg hülyeség. Szóval itt megint van egy elv, ami a jogában egy alapelv, és mindig újra, újra és újra idejük adunk vissza, hogy elfogadni hiteles forrást. Mert akkor onnastól kezdve tiszta kép, hogy mi jó, mi nem jó, nem kell vitázni. Megnézzük, mi van leírva a Hatha Yoga Pradipikában, a Patanjali Yoga Sutrákban, a Bhagavad Gita-ban, a védikus szentírásokban. Mi van leírva? Miért? Mert azok tökéletes forrásból származó, vagy tökéletes szentek írták, önmegvalósult lelkek, vagy pedig Istentől jön közvetlenül. Mint a Bhagavad Gita, Istennek a szavai. Bhagavad Gita szerint, hogy Isten énekel, ezt ő mondja el személyesen, a védikus szentírások tökéletesek. Abszolút szintről jön. És ha abban le van írva, hogy a tej az jó, akkor nincs mit vitatkozni. Semmilyen New Age, zöld, vegán, ilyen, olyan ember ezt a dolgot ne írja fölül. Mert nem lehet. Szóval jogik szempontjából most azokról beszélek, hogy jogások, vita van, vegán, nem vegán. Mi van leírva a jogikus szentírásokban, és onnastól kezdve kész. Az a jó. És utána, hogyha belemászol, hogy mi van emögött a tudás mögött, akkor rájössz, hogy igazából igaza van. Csak amikor ész nélkül csapkodnak emberek, vegán, nem vegán, ilyen, olyan, akkor ott abból lesz egy ellentét. Mindig a tudatlanságból származik az ellentét.
abból fakad. A világban és tudatlanságból származik, az a lélekről való tudatlanságból származik az, hogy emberek egymásnak mennek, mert más nemzetiségű, más országban született, más vallásos folyamatot követ. Ez a tudatlanság. Szóval a védikus szentírásokból le van írva, hogy a jógik számára például az egyik legjobb étel a ghee. A ghee az tisztított vaj, azt tejből csinálják, sokáig forralod, és ahogy forralod, vagy bocsánat, vajat, ugye tejből lesz a vajat sokáig melegíted, följön a tetejére ez a sok mindenféle szennyeződés kijön belőle, azt mindig le kell szűrni, és akkor a végén már egy ilyen aranyló, kicsit olajszerű dolog marad, amit úgy hívnak, hogy tisztított vaj, ghee. Ezt úgy írja az Ajurvéda, hogy ez az egyik legfontosabb alkotó eleme az emberi testnek. Legfontosabb adalékanyag. Különösen, hogyha megnézzük az Ajurvédás csoportosításokat, hogy pita, vatta, kapa, hogy ez a három testtípus keveréknek, főleg a vata, ugye a levegő elem, ami nagyon széldomináns testtípus, ő nekik elengedhetetlen a ghee a testükben. Máskülönben tönkre megy, recsegni, ropogni fog minden ízület, teljesen. Tehát bizonyos testtípusoknak nem is megvalósítható a vegánság. Ez nem lehet egy cipőt mindenkire ráhúzni. Ezért az Ajurvéda egy sokkal kifinomultabb tudomány, ami az mindenféle embertípust figyelembe vesz, milyen a test, és akkor azt kell lenni, annak megfelelően olyan olajat használj, olaj kívülre, ghee belőre. Ez is egy ajurvédikus elv. Szóval emberek meg így nyugaton próbálnak mindenféle, nyers vegánság. Ajurvéda azt mondja, hogy táplálékot fele legyen nyers, a másik fele meg nem, mert nagyon fontos, hogy együnk olyat is, ami nem. Jönnek ezek a mindenféle ilyen paleo, meg ez, meg az, meg akkor ilyen gabona nem, meg olyan izé, mert ő az ős ember, tehát miről beszélünk. Tehát ezek nem, ezek ilyen nagyon radikális dolgok. Lehet, hogy valakinek a testtípusának ez egy eléggé működő dolog lehet. Hosszú távon úgy gondolom, hogy egyik semmi, egyik ilyen radikális dolog nem tesz jót. De mindenféleképpen tudni kell azt, hogy milyen testtípusról beszélünk, és annak megfelelően milyen a táplálkozás. Ez az Ajurvéda. Vannak fel a YouTube-on ajurvédás előadások, ezeket meg lehet hallgatni. Emögött egy nagyon komoly tudományos ugye, állítások, feltevések vannak, amik alátámasztják ezeket a dolgokat, amikről beszélek, nem akarok bemenni, ez megint egy másik három óra itt van. Az Anett, ajurvédikus jóga terapeutánk, aki nagyon vágja ezeket a dolgokat, ha kérdése van ezzel kapcsolatban, akkor lehet tőle majd kérdezni, meg neki is van fel előadása a YouTube-on. Szóval a lényeg az, hogy a ghee az egy nagyon-nagyon fontos, ugye az ízületeknek a kenése, ugye az adja ezt a fajta plazmát a testben, ami egy nagyon fontos dolog, semmi mással, olajokkal sem tudod helyettesíteni. És ugye, amit a húsevők mindig rugóznak ezen a dolgon, hogy az állati fehérjében van egyfajta aminó, ami a növényekben nincs. Én még nem néztem utána effektíve, hogy ez pont melyik. Mindenhonnan mondják ezt. Annett, ezt nem tudod, hogy melyik az az aminó, ami... Az ugye, hogy a 90. Tehát azt mondják, hogy egy csak az állatiban van, és ezért van az, hogy a Ajurvédában ugye a tej az egy nagyon fontos dolog, hogy azt mondják, hogy a szenteknek, a jógiknek az eledele a tej. Szóval ott a tej fogyasztása, Srila Prabhupád azt mondta, hogy a tej ugye ez abszolút meg van említve a Bhagavad Gita-ban, hogy az egy nagyon jó dolog, ugye Isten maga mondja, ez egy nagyon jó dolog, és ugye ez a tehénnek a teje, szóval valaki, tehát intelligens formában fogyasztani ezt az állati fehérjét, az a tejen keresztül történik. És azt mondják, hogy a tejnek van egy olyan szatvikus hatás, hogy fejleszti az agyban a finom szöveteit, azért, hogy megértsük a transzcendentális tudást. Ezért nagyon fontos a valamilyen szinten a tej. Aztán most lehet ezzel hadonászni, hogy oké, nem egészséges a tej, nézd meg hány embernek van tejallergiája, meg mindenféle ilyen problémákat okoz a tej, akkor arra a dologra én már azt szoktam mondani, hogy oké, nekem is vannak problémáim a tejjel, de ez miért van? Tehát itt nem a tej
a hibás, hanem akik megisszák, hogy azok már nem egészséges emberek. Már úgy születünk, hogy nem vagyunk egészségesek. Hát, hogy ez már nem az a tej. Meg a másik, igen, meg hogy az már nem az a tej. Szóval, amíg kinyitod, mizó, sose látod tejet. Illetve már nem sok minden van benne, ami tej. Mert hogyha elmész egy farmra valahol, tudom én, Erdélyben, és akkor hoznak neked tejet, alig bírod kavarni olyan sűrű. És amikor csinálsz belőle panírt, köldöt, akkor lesz belőle egy kiló, egy mit tudom, másfél literből. Itt meg bolti tejből próbálsz panírt csinálni, ez eltűnik. Nincsen benne semmi, érted? Mert ez a tej már nem az a tej. Beletesznek mindenféle adalékanyagot, hallottam olyat, megbüntettek olyan tejüzemet, hogy tyúkzsír tettek bele. Az, hogy szép sárga színe legyen. Tyúkzsírt, érted? Tejbe. Egyébként erre csak annyit fűznék hozzá, hogy én laktózérzékeny vagyok hivatalosan, viszont a tejhintejtől, amit otthon vidéken már veszek, semmi gondolom. Na, ez a másik. Erre vissza fogunk térni. Igen. Szóval itt a kérdés az oké, akkor megmondják azt, oké, de egy igazi vegán nem iszik tejet, mert néznek, hogy hogy tartják azokat a teheneket, és hogyan veszik el a tejüket, és hogy utána meg levágják, és igen, abszolút osztom a vélemény. És hogyha ebben nem akarsz részt venni, ne így áll tejet. De az nem azt jelenti, hogy a tej rossz. És a tej, ugye meg ugye a boci, akkor van egy tehénnek teje, amikor boci van. Igen, ez is tény, de hogyha valaki egy igazi tehenész szakember, az vagyok. Nem, csak én is ennek utána kérdeztem, hogy voltunk le most egy farmon, Kisnövőben, és akkor ott vannak boci, most volt egy kis fiatal boci, nagyon cuki volt, kis frizura, minden, nagy szemek. És akkor külön volt már az anyjától, és akkor így a Nomi mondta, hogy kérdezte a tehenészt, hogy most ez miért veszitek el tőle, hogy nem tudja, akkor azt mondja, 6 hónap után el kell venni. Mert olyan sérüléseket okoz az anyjának, már nincsen szüksége igazából a tejre, de olyan sérüléseket okoz az anyjának, hogy nagyon veszélyes. Ez bármelyik tehenész tudja, hogy 6 hónap után nem szabad a bocit odarakni. És közben egy normális tehén az meg ad. Azon a farmon volt olyan tehén, a Ganga 8 évig adott tejet. 8 évig. Mert szeretetben volt tartva, és ugyanazt mondják, hogy a tehénnek a teje az a szeretetének a megnyilvánulása. Szóval, hogyha úgy van tartva, aggodalom nélkül, szeretve, akkor ez ő naponta adott 10-12-15 liter tejet évekig. Ez nagyon érdekes, ez nem már úgymond tenész körökben ez misztikus, hogy ilyen nincs. És van, szóval, hogy... És a védikus civilizáció, a védikus társadalomnak a gazdagsága, az Indiának a gazdagsága, ami volt, rengeteg aranya, minden. Szóval a Prabhupád azt mondta, hogy a gazdagságnak az alapja a tehénvédelem, a tehéntartás, a tej és a földművelés. A föld és a tehén. Ez a két dolog adja meg egy társadalomnak a gazdagságot, mert minden más abból fog jönni. Szóval ez egy csodálatosan működött a védikus rendszerben, Indiában évezredeken keresztül, és az, hogy ez nem működik nyugaton, ez meg a visszahatása annak, hogy itt meg semmi más dolog nem működik. Ahogy elkezdik megölni vágóhidakkal, ugye, akkor ott egy nagyon rossz visszahatást szül. Tehát igazából itt nem azzal van probléma, hogy tej. Meg megenni a tejet, mert az emberi test abszolút alkalmas arra, hogy a tejtermékeket fogyasszuk, csak annak a tejnek olyan tejnek kell lenni, hogy nincs tele tartósítóval, ezével, színezővel, ezzel azzal, mindent beletesznek azért, hogy a tej az tejnek tűnjön, de amúgy meg nem az. És a másik pedig az, ahogyan elveszik, azzal megint igen, azzal lehet támogatni egy úgymond egy rossz célt. Szóval, hogyha valaki tud vegán lenni, akkor az egy jó dolog. Nekem is van egyfajta érzékenységem a tejre. És ez megmondom őszintén abból fakad, hogy egy időben iszonyat sok tejterméket ettem. Sajtot dögivel, mindent. És akkor utána egyszerűen csak kialakult egy ilyen intolerancia, ami egyfajta enzimnek az alulműködéséből fakad, amit utána visszaállítottam, és nem pár hónap alatt
egy nagyon jó papaja ananász kultúma kapszulával, ami beindítja azt a enzim termelődés a testben, amire szüksége van. De alapvetően én sem próbálok olyan tejet fogyasztani, ami nem olyan helyről származik, ahol a tej normálisan vannak tartva a tejnek. Ezt úgy hívják, hogy ahimsa tej. Szóval egy jógi az ahimsa tejet iszik. Aztán, hogyha valaki meg már beteg állapotban van, és az embereknek a 99,9%-a beteg állapotban van, miért is? Hogyan növünk fel? Hogyan születsz meg? Már az anyamében megkapod egyrészt az anyukádnak az összes nyomorát. Ugye azzal, hogy most egy női test mennyire van felkészülve arra, hogy teljesen egészséges, akkor lehet egy teljesen egészséges bébi. Ha nem, akkor már azzal a dologgal indul a gyerek. Tehát az anyának tejallergiája van. Ugye a szoptatásnál már mi volt a régi szöveg? Vigyázz sok tejet, mert akkor lesz tejed. Elbe betegség, ez nem ebből lesz, nem tejet kell inni, az, hogy tejet, ez teljesen más dolgokon függ. De emberek ezt gondolták. És akkor itt adták a kismamával a rengeteg tejet, és akkor a gyerek már is született, hogy tej, mindenféle tej, tejcukor, tejfehérje, mindenféle érzékeny. És ugye akkor ez meg teljesen próbálja alátámasztani azt a fajta vegán gondolkodást, hogy nézd meg, nem is tudjuk megemészteni. Igen, te nem tudod megemészteni. Meg lehet, hogy én sem, meg az összes olyan beteg ember, aki nem alkalmas erre. De egy teljesen egészséges ember, az meg tudja emészteni. Könnyen. Sőt, nagyon-nagyon hasznára válik. Mert rengeteg olyan jó dolog van benne. Ugye a ghit, a tisztított olyat, a hathajuk, a pradipika végig isteníti, hogy milyen fontos a jogi számára, hogy ghiben sült, ghiben főtt dolgokat tegyen. Nagyon-nagyon fontos a test számára a ghee. Szóval, igen, ez a probléma, hogy az egyrészt az egyik oldal az, hogy amiben igazuk van a vegánoknak, hogy milyen forrásból származik, igen, ezt jól lenne leállítani, és azzal, hogy mondjuk nem vásárolsz ilyen dolgokat, akkor azzal meg tudod állítani, ebbe igazon, aláírom. Abban nincs igazuk, hogy ez nem alkalmas emberi fogyasztásra tej, mert igenis nagyon is fontos, csak az, hogy milyen tej. És ugye a jogában is van az, hogy a jóga alapvetően mindenki számára jó és egészséges. Mégis jogaterapeutaként, vagy olyan jogásként, aki ezzel foglalkozik egy kicsit mélyebben, abszolút tudjuk azt, hogy bizonyos ászannák bizonyos embereknek nem jók. Nem tud neki azt mondani, hogy ez neked nem jó. Szóval, hogy valakinek nem jó a tej, az nem azt jelenti, hogy a tej nem jó, hanem te neked az nem jó. Ugye? Szóval, hogy bizonyos szív problémákkal, magas vérnyomás, hóc, korongsér, ugye, abszolút korrigáljuk, átírjuk a jóga gyakorlásnak a menetét. Hogyan csinálj egy gyakorlatot, vagy egyáltalán ezt felejtsd is el. És ugyanez van a táplálkozásban is, hogy ha valakinek valamilyen jellegű probléma, hogy igen, akkor ne egye. Hogyan regenerálja, akkor hagyja ki. Ez nem azt jelenti, hogy leírok valamit. És utána még elkezdem ugye az ellenkampányt arra, hogy akik meg ugye eszik a tejet, azok bolondok, meg ilyenek, meg olyanok, mint aki nem vegetárián, ugyanabban a kategóriában rakják az embereket. Ez azért van, mert ész nélkül gondolkoznak. Szóval nincs mögötte tudás, valódi tudás, hanem csak egyfajta divat, meg persze az állatok iránti, ez már egy nagyon jó pont, hogy amikor valakit megérint az, hogy állatok elleni erőszak, ez nagyon-nagyon jó dolog, de mindent tudással kell csinálni. Szóval bármilyen, még a jó dolgot is el lehet rontani akkor, hogyha valaki ész nélkül csinálja, tudás nélkül csinálja. Szóval vegánság egy jó dolog, tudással. És a vegetáriánuság, valaki tud vegánként élni, ez nagyon jó. Bizonyos testtípusok nem tudnak vegán, teljesen vegán módon élni, mert bizonyos dolgok kellenek. És a jógások szempontjából, ha pedig ez jógás körökben szül ellentétet, akkor meg automatikusan visszaköthető arra, hogy oké,
itt lezártuk a témát, mi van leírva a könyvbe. De van írva a jogoszentélyen, akkor ez van. És most a közben nincsen vita, mert fog működni. Szóval olyan... De hogy lehet az ahimszát úgy megvalósítani, hogy ugye részt veszek egy állatkínzásban? Tehát, hogyha az, abból a tejből iszok, ami ugye... Hát azért mondom, most mondtam el, hogy akkor ne vegyél részt ebben, ne vegyél bolti tejet, vigyál is tejet, stb. De hogyha elmész Indiába egy jogatáborban, és akkor ott van egy vosal, ahol gyönyörűen tartják a teheneket, csodás tejet kapsz, akkor nem mondasz,